Megyei önkéntes mentőcsoportok vették birtokba a Holt-tiszai vízisporttelepet és a főút túloldalán található Tiszagátat. Az utóbbi helyszínen az árvízi védekezést, illetve a vízkár elhárítási feladatokat gyakorolták a települési önkéntes csoportok, míg a Holt-Tiszában a búvárok, mentőcsónakos és keresőkutyás egységekkel egy szimulált vízből mentést hajtottak végre. A gyakorlaton több mint 50-en vettek részt. Mindenre azért volt szükség, mert a megyei önkéntes Tisza mentőcsoport és a Jászberényi járási önkéntes mentőcsoport búvár szakterületen 2016. októberében szerzett nemzeti minősítést, ami idén lejár. A mai gyakorlat egy olyan mentési esemény, ahol a nemzeti minősítés keretében a búvár mentés végző önkéntes mentőszervezetek méretik meg a tudásukat. 2012-ben kezdődött meg ez a tudatos építkezés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakirányításával, bevonva azokat a búvár mentés végző szervezeteket, akik így a katasztrófavédelemmel együttműködve képesek vízben eltűnt személy, vagy vízben balesetet szenvedett áldozatnak a felkutatásába, kimentésébe, kiemelésében. Ez olyan szakterületi tevékenység, amelyet egy éles helyzetbeállítás keretében, mint ma a Holt-Tiszában, egy valós helyzetet szimulálva lehetett csak begyakorolni, és most is egy valós helyzetet gyakorolnak be, de nem is gyakorolják, hanem azt a feladatot hajtják végre, amit nap mint nap a feladatuk alaprendeltetésük szerint végeznek. Mint megtudtuk, a gyakorlat során a búvároknak két eltűnt személyt kellett megkeresniük a tóban és felhozni a felszínre. Ez a helyzetbeállítás követi a valós élethelyzetet. Egy olyan eltűnt személy van a tóban, amelyet a Jász-Nagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai egy adott élethelyzetnek megfelelően rejtettek el a vízben. A vízben elrejtett személy a búvárok számára ismeretlen, tehát egy úgynevezett vízfelületi kutatás történt először kutyáskereséssel. Ezt a módszert például a hajóbalesetnél a Dunánál alkalmaztuk, illetőleg ezt követően mint technikai kereséssel, hajószonár keresésével tudják lokalizálni a kutyás bejelzést. Ezt követően merülnek a búvárok, és megfelelő búvármentési merülési szabályzatnak megfelelően körkörösen, vagy legyező alakban végzik a terület átkutatását. Több helyzetbeállítás követően történik a gyakorlatnak a végrehajtása. A három feladat végrehajtás vagy mozzanat között az a különbség, hogy ezeket a módszereket gyakorolják be a búvárpárok a mentési merülés vezető által, és egy kötél segítségével történik a kommunikáció a merülés végző búvár és a parton irányító mentésvezető között. Ez a tevékenység mind mentálisan, mind fizikálisan próbára teszi a merülő búvárt, és az igénybevétel igen nagymértékű, ezért a váltásról, cseréről gondoskodni kell. Három ilyen szervezet gyakorol ma a mai nap folyamán, a víz felszínéről, illetve vízből mentés, merülés során, amely nap mint nap a feladatuk során alaprendeltetésének megfelelően előfordul, és ők ugyan önkéntesek, de ezt a szaktudásukat professzionális szinten végzik, amelyet támogatják a elsődleges beavatkozókat, akik ilyen helyzetben elsőként érkeznek a területre, a merülés viszont a szaktevékenységet ezen búvárok végzik. Turi László arról is beszélt, hogy a folyóvízben nehezebb a mentés, hiszen ott a sodrással és az uszadékkal is meg kell küzdeni. A sodrással is meg kell küzdeni, illetve az uszadékokkal. Itt a Holt-Tiszán azért itt egy állóvízről beszélünk. Persze ennek is vannak sodrása, illetve áramlása, ami befolyásolja a munkát, illetve itt a szél is, ami a mai nap is látszik, de sokkal egyszerűbb, mint egy élővízben, tehát mint egy folyóvízben.